Köszöntöm Önöket, azok szegény televízió pályaválasztási műsorát látják, Meronka Péter vagyok. Idén a koronavírus járvány miatt valószínű nem lehet nyílt napot tartani a középiskolákban, pedig minden év novemberében szülők és diákok ezrei kerekednek fel, hogy a továbbtanulás miatt számukra oly fontos 2, 3 vagy 4 intézményt, ha lehet, még jobban megismerjék. Most, hogy ez nem lehetséges, Győri szerkesztőségben úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk ebben segíteni. 3 héten át napról napra behívjuk a stúdiónkba valamennyi győri középiskola vezetőjét, hogy ők mesélhessék el, kinek is miért érdemes éppen az ő iskolájukat választani. A fókuszban a 8-osok pályaválasztása lesz, de ahol van 6 vagy 8 évfolyamos kisgimnázium, ott természetesen erről is beszélünk. Az idei év 2 legfontosabb időpontja december 4-e és február 19-e, előbbi az írásbeli vizsgákra a jelentkezési időpont, utóbbi pedig a hivatalos jelentkezési lapnak a beadási határideje, mind a kettő előttünk van, senki nem maradt le semmiről. Mutatjuk akkor azokat az időpontokat, hogy mikor láthatják azokat a beszélgetéseket, amit itt a szerkesztőségben rögzítettünk. Vannak olyan időpontok, amik már elmentek, nem kell aggódni, a győrihírek.hu oldalon megtalálják ezeket, az Oxigén ügynökségnek a Facebook oldalán, illetve az Oxigén televíziónak a YouTube csatornáján szintén felelhetőek ezek a beszélgetések. Egyébként mindig a 7 órás híradó után 7 óra 20, illetve 7 óra 40 perccel naponta 2 beszélgetést láthatnak, amit 8 óra után, 9 óra után, 10 óra után, és még 11 óra után is megismétlünk, és a hétvégén, az adott hétvégén, szombaton és vasárnap is láthatják majd ezeket a beszélgetéseket. A beszélgetés alatt láthatják majd az iskolának a webcímét, ahol majd nyilvánvalóan mindenki a saját iskoláját, hogyha kíváncsi rá, akkor ott megtalál még érdekes és praktikus információkat. Sok szeretettel köszöntöm a mai vendégünket, Kovácsné Zimborás Ágnest, a Deák Ferenc Közgazdasági Technikumnak az igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Deáknál mi a legfontosabb hívószó? Kik jöjjenek ide? A Deákba várjuk mindazokat, akik a gazdálkodás iránt, a pénzügyi világ iránt érdeklődnek. Ugye egy több mint 100 éves iskoláról van szó, tehát egy nagy hagyományú intézményről. Gondolom nagyon sok szülő, nagyszülő is a mi iskolánkba járt, és noszogatja a csemetét, hogy nézzen meg bennünket, sajnos most csak virtuális módon. A pénzügyi világ az gyakorlatilag ez egy olyan világ, ami akármit is csinálunk, úgyis lesz 20-30-40-50 év, de akár még tovább is tekinthetnénk, hogy gyakorlatilag egy biztos állás jelent azoknak, akik ezt elvégzik. Ez egy fontos szempont akkor, amikor ezt választják? Azt gondolom, hogy igen. Tehát akár a technikusi végzettséggel a munkaerőpiacon nagyon sikeresen el tudnak helyezkedni, nagyon jó állásokat tudnak majd megszerezni a végzettek, akár pedig a továbbtanulást választhatják, hiszen a technikusi végzettség beszámítást jelenthet már a felsőoktatásba is, hiszen emelt szintű érettségének felel meg. Mennyire kell, hogy valaki jól tudja a matematikát? Ugye nyilvánvalóan ez később is meg lehet egy picit szeretni, de az alapok azok kellenek. Ha valaki nem annyira jó matekos, ő is az iskolának a szellemisége kapcsán beletanulhat, és aztán megszeretett, és jól végezheti az iskolát? Nagyon jó a kérdés. Valóban a közgazdaságtan alapja azért a matematika, ez így van. De csoportbontásban tanítjuk a matematikát, tehát van ideje, esélye felzárkózni azoknak, akik esetleg gyöngébbek. De én azt gondolom, hogy a pénzügyi világban a kommunikáció is legalább olyan fontos, tehát várjuk mindazokat a diákokat, akik a humán tantárgyak iránt is érdeklődnek. Hiszen az gimnáziumokkal megegyező a tananyag az érettségi tárgyak tekintetében. Hogyan választják ki a diákokat? A hozott pont mellett mennyire szükséges az, hogy akár egy írásban, akár egy szóbelin egy megfelelő eredményt érjenek el? Szóbelit nem tartunk, a hozott pontszámok mellett az írásbeli az, ami számít. Tartunk egyébként ingyenes felkészítést, várjuk a diákokat, jöjjenek el erre, a honlapunkon a dátumokat megtekinthetik. Ez a felkészítés, ez kimondottan az írásbelire történő felkészítés, vagy már az iskolának a profiába lehet betekinteni? Így van, tehát ez kifejezetten az írásbelire való felkészítést jelenti, de rendezünk nemzetközi tanirodai kiállítást is az Apáczai Kar tornacsarnokában december 16-án. Én úgy gondolom, hogy a 8. osztályosok közül, ha eljönnek hozzánk és megtekintik, hogy mi is az a tanirodai oktatás, bele fognak szeretni. Mennyire száll ez gyakorlatilag hát majdnem azt mondom, hogy apáról fiúra, de alapvetően itt inkább hölgyek vannak, inkább többen a pénzügyi szakmában, vagy tévedek? Azt gondolom, nagyon egészséges az arány az iskolánkban, tehát ez a leánykereskedelmi iskola, ez már a múlté, közel fele-fele arányban vannak fiúk és lányok.
Mennyire tradíció, hogy a családba gyakorlatilag viszik tovább a szakmát? Elég sok család hagyományozza a pénzügyi területet a gyermekükre. Több volt tanítványunk, már most érdeklődik, hogy milyen szakokat, szakmákat is tanítunk. Ugye két fő profil van, ahogy néztem, a vállalkozási ügyviteli ügyintéző és pénzügyi számítő ügyintéző, ugye így fognak majd végezni. Ez egy átjárható szak, vagy gyakorlatilag amikor valaki jelentkezik, ott már neki tudni kell, hogy ő mi lesz? A 10. évfolyam után, amikor az ágazati alapvizsgát leteszi, valójában akkor fog szakmát választani a diák, tehát akkor fogja eldönteni, úgymond, hogy melyik szakmát is választja. Az ágazat neve egyébként gazdálkodás és menedzsment, ami egy átfogó szakma, de ahogy említette, valójában nagyon közeli szakmákról van szó. Akkor, amikor ezekről a dolgokról beszélgetünk, vállalkozásról beszélgetünk, akkor azt is lehet mondani, hogy lehet, hogy lesz valaki itt később akár egy jó cipész, akár egy jó órásmester, de attól még vállalkozásban, hogyha vállalkozik, akkor ezeket tudni kell. Lehet azt mondani, hogy azoknak a gyerekeknek is javasolják azt az iskolát, ezt a fajta képzési módot, akik később esetleg nem feltétlenül a pénzügyi területen akarnak dolgozni, hanem akarnak majd valami szakmát tanulni, de az, hogy tudjanak vállalkozni, nyilvánvalóan nem lehet beleugrani a sötétbe. Én azt gondolom, hogy a legkisebb vállalkozás sem nélkülözheti manapság a pénzügyi területben való jártasságot. És a pályázatírás a következő dolog, ami nagyon fontos, hiszen pályázatok nélkül most már egy kis vállalkozás, egy középvállalkozás sem tud létezni. Na most a pályázatot megírni, a pályázattal elszámolni, valóban pénzügyi ismeretekre is szükség van. Tehát hívjuk, várjuk azokat is, akik esetleg nem ezen a területen gondolták a boldogulásukat. Amit néztem még, hogy magas szintű az informatikai képzés, nyilvánvalóan fontos ez, hiszen most már gyakorlatilag minden a számítógépen történik, amit ha a pénzügyekről beszélünk. Így van. Ugye a mi profilunk és újdonságunk az a tanirodai oktatás. Itt nem csak a számítógéppel ismerkednek a gyerekek, és tanulják meg magas fokon kezelni, hanem különböző irodatechnikai eszközöket is, tehát a faxtól kezdve a szkennelésig mindent megtanulnak, de valóban emelt óraszámú informatika oktatást is kínálunk. No, és ne feledkezzünk meg a nyelvi előkészítő osztályunkról, amely rendkívül sikeres. Nyelveknél angol és német, vagy angol vagy német? Egy osztálynak a fele tanul németet, manapság az angol előretörése kétségkívül jelen van, tehát a nyelvi előkészítő osztályunk is angol. De hogyha a diákok közül valaki németes volt általános iskolában, ne ijedjen meg, ugyanis az osztály fele az alapoktól fogja kezdeni a tanulmányait. Leginkább azért csodálkozok rá mindig a kollégáimra, hogy ezeket a bonyolult jogszabályokat, meg az évlélő változó áfa törvénytől kezdve adótörvényeket, ezeket hogyan tudják azt megoldani, kimazsolázni belőle, hogy mi az, ami számukra fontos, és mi az, ami kell. Mennyire lehet megtanítani az iskolába, hogy hogyan értelmezzék már a jogszabályokat, hiszen mire ők kikerülnek, nyilván nem ugyanazok lesznek, valami hasonló, a nyelvezete talán hasonló, de egyébként maga a szabály biztos nem. Én úgy gondolom, hogy egy dolgot el kell fogadni. Aki a mi iskolánkba jön, annak vállalnia kell a folyamatos tanulást, mert valóban a jogszabályok, az adószabályok állandóan változnak. Tehát szeretni kell a változást, és hát avval együtt kell élni. Kiváló kollégáim vannak, akik, ahogy ön mondta, emészthető formában a diákokkal megszerettetik és megértetik a legbonyolultabb szabályokat is. Ez mondjuk egy nehéz tantár ilyen szempontból, egy nehéz feladat ez? Azt gondolom, hogy azért igen, tehát nem mondhatom azt, hogy egyszerű, meg hát új is a diákok számára, de nagyon szeretik a gyerekek, és még egyszer mondom, a tanirodai oktatásunk pedig annyira életszerű, mert hogy ez egy virtuális cég valójában, és még a gyöngébb tanulók is beleszeretnek ebbe a tevékenységbe. Hogyha valaki kijárja az iskolát, elvégzi a technikumot, érettsége is van, szakmája is van, akkor hol helyezkedhet el? Milyen szinten tud ő már dolgozni? Azt gondolom, hogy egy középvezetői szinten szinte el tud már helyezkedni. Egyébként hadd dicsekedjek el, hogy nagyon sok pénzintézet, takarékszövetkezet, vállalat hív fel bennünket, hogy
nálunk végzett diákokat keresnek, mert tudják, hogy valóban megtanulják a szakmát, tehát nem kell betanítani őket, mert eleve a munkaerőpiacon már kész munkaerőként tudnak megjelenni. Gyakorlati időben is el tudnak menni, tehát úgy kapnak biztos munkalehetőséget, hogy ők válogathatnak, hogy kihez menjenek el, és hol dolgozzanak? Így van, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ez a bizonyos tanirodai oktatás az, amiben sikerül megtanítani nekik akár a titkárság, a HR-es feladatokat, a pénzügyi osztályon mit kell csinálni. Minden diák kipróbál minden egyes tevékenységet az évek során, tehát hogyha a munkaerőpiacra kilép, akkor már tudja, hogy ő miben erős egyrészt, tehát mi az, amiben ő a legjobb, másrészt pedig nem kell betanítani, ő kész munkaerő. Akkor, amikor új vállalkozások indulnak, akkor mindig egy nehéz számítás, hogy hány ember tud eltartani úgy a rendszer, mondjuk azt, hogy akik a hátteret segítik, aminélkül nyilván nem lehet működni. Mennyire hiány szakmák ezek most? Én úgy látom, hogy gyakorlatilag a cégeknek a 10%-a legalább a pénzügyi területen kell, hogy dolgozzon, hogy egy cég úgy tudjon működni, hogy fönn tudja maradni. Én azt tudom erre mondani, hogyha kinyitjuk mondjuk a Kisalföldet, akkor minden áldott nap találunk olyan foglalkozásra hívó hirdetést, amelynek a lényege, hogy pénzügyi számviteli ügyintéző vagy vállalkozási ügyintéző végzettséggel keresnek embereket. Tehát ez egy biztos szakma, ezt tudom mondani. És egy nagyon érdekes dolog még, amit szeretnék elmondani. Az ITM egyik kiadványában olvastam tavaly, hogy ez a pénzügyi területen dolgozó foglalkozási kör, amit nem lehet lecserélni, amihez kell az emberi erő, a humán erőforrás, tehát nem lehet gépekkel lecserélni. Hát ez biztos. Azt mondom, ez 1000%. Ha valaki tovább akar tanulni, akkor hova tovább? Tehát innen mi a gyakori, merre mennek tovább a főiskolai egyetemre? Nagyon jó kapcsolatunk van, nyilván a Széchenyi Egyetemmel, a Veszprémi Egyetemmel, a Soproni Közgazdasági Karral, illetve Pesten a Corvinusszal, illetve a Budapesti Gazdasági Egyetemmel. Ezek a legfontosabb partnereink. Nagyon sok versenyben, projektben veszünk együtt részt, illetve a BGN-nek bázisiskolája is vagyunk. Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag tudatos pályaválasztás van a legtöbbekben, akik bekerülnek ide, tehát szakirányban mennek tovább főiskolai egyetemre? Ez így van, tehát azért a döntő többség valóban szakirányban tanul tovább. Mi a titok? Nyilván ez az kell, hogy az iskolába ne menjen el a kedve az egésztől, megszeresse. A titok abban rejlik, hogy az életet, a munkavilágát nagyon közel hozzuk a gyerekekhez. Azt gondolom, hogy ez a titok. Egyébként van három szlogenünk, hogy a Deák, a sikeriskolája, a sokoldalúság iskolája és a vidámság iskolája. Talán ez a titok. Igazgató, aztán nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sok vidámságot akkor, mert azt gondolom, hogy ez mindenképpen kell a következő időszakban. Kedves nézőknek mondanám, hogy a GyöriHírek.hu megtalálják azt, hogy melyik iskolának mikor lesz a premierét a televízióban, illetve azok a riportok, amik már elkészültek, azok felelhetők szintén a honlapon. Én mára köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.